Odakint már locsolják a virágokat és a pázsitot, oda bent még a fű sem nő az újbozsi stadionnál. Kint is akad még munka, ezért az ugró oroszlán szobor is lefóliázva várja a stadion átadót, nehogy addig megsérüljön. Az újbozsi stadion építésére először 4 évvel ezelőtt írták ki a közbeszerzést, az akkori tervek 5 milliárd forintról szóltak. Hiába hosszabbították meg azonban többször is a határidőt, több mint 1 év alatt senkit nem találtak, aki ennyiért felépítette volna a stadion. A beruházás végül tavaly februárban indult, a győztes ajánlottevő pedig több mint 11 milliárd forintért vállalta a munkát. A tervek szerint idén júniusban már át is kellett volna adni a stadiont, az építkezés viszont még mindig tart, sőt, drágább is lett. Majdnem 1 milliárd forinttal. Így a tervezett 11,8 milliárd helyett a beruházás teljes költsége most 12 milliárd 750 millió forintnál jár. Az uniós közbeszerzési értesítő szerint előre nem látható okok miatt drágult az építkezés. Az indoklásnál pedig az elektromos rendszer átalakítása és a belső építészet módosítása szerepel. Az új Bozsik stadiont 2 cég építi, a Fárosz 95 és a Westhungária Bau is rendszeres nyertesei az állami és uniós közbeszerzéseknek. Előbbi például Felcsúton épített focipályákat, utóbbi pedig egyebek közt a Paksi atomerőmű bővítésénél, a pénzügyminisztérium várba költöztetésénél és a Városligeti beruházásnál kapott munkát. A Westhungária Bau tulajdonosa az a pár Attila, aki korábban megvásárolta az Eliosban Tiborcz István tulajdonrészét. A DK szerint elfogadhatatlan, hogy a koronavírus járvány közepén ilyenekre ad pénzt a kormány. Lassan most már 3-szorosa ez a beruházás, ebből is látszik, hogy a NER lovagok gazdagodnak, és ezt a kormányt nem érdekli más, csak azt, hogy megtömjék a saját zsebüket. A kormányt hiába kerestük a kérdéseinkkel, nem válaszoltak.